A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díjalapításáról és adományozásáról szóló 19/2016 10.28. rendeletben biztosított feladatkörébe eljárva a Karcagváros kultúrájáért díjat a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka elismeréseként adományozta Harsányiné Szabó Ilona, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvodapedagógusa részére. Általános iskolai tanulmányait Karcagon végezte, majd a szolnoki Tiszaparti Gimnázium énektagozatán érettségizett. 1988-ban óvodapedagógusi diplomát szerzett a szarvasi Brunswick Teréz főiskolán. Pályáját a Takács Péter úti óvodában kezdte. 1997-től a Zöldfa úti tagóvodában dolgozik óvodapedagógusként, 2002-től tagintézmény vezetőként. Elhivatott pedagógus egyéniség, állandó megújulásra képes. Fontosnak tartja a folyamatos továbbképzést, tanulást. A vezetői feladatok magas szintű ellátása érdekében 2012-ben szakvizsgázott vezető óvodapedagógus lett. Kiemelt, sikereket ért el tagóvodájának nevelő közösségével 2018-ban. Elnyerték az örökös zöld óvoda címet. A szülők bevonása az óvodai életbe rendszeres, színvonalas. A Mihály napi vásár, a nyárnyitogató, gyermeknapi családi délután. Szakmai példamutatásával, alázatával, elhivatottságával képes volt az óvodai pedagógiai kultúrát megújítani. A sajátos nevelési igényű gyermekek, hátrányos helyzetű gyermekek ellátása az esélyteremtés terén 2017-ben mesterpedagógussá vált. 2018-ban megkapta a Madarász Imre Egyesített Óvoda évpedagógusa díját. 2019-ben a Zöldfa úti óvoda megújulásához szakmai tudásával, kiváló szervezőkészségével, odaadó tevékenységével járult hozzá. A Madarász Imre Egyesített óvodapedagógusa a Zöldfa úti óvoda vezetője, Harsányiné Szabó Ilona és Karcagváros kultúrájáért díjat kapott. Szeretnék ehhez gratulálni, és ahogy elmondták, hogy hány éve van a pályán, szinte hihetetlen. Köszönöm szépen a fenntartó önkormányzatomnak, a intézményvezetésemnek, kollégáimnak a díjat, amelyet most megkaphattam, és valóban már 32. éve vagyok a pályán, és ezáltal nagyon sok minden átéltem már a évek során. Itt szokták mondani, hogy a pedagógusok fáklyaként viszik az óvitól már a gyerekeket a kultúra felé. Óvisokkal azért még nehezebb egy picit a kultúrájuk, még inkább egy kicsit a játékosság, de azért a Zöldfa úti óvodában nagyon komoly hagyományőrzés is zajlik, és ez, azt gondolom, hogy ez is része a magyar kultúrának. Igen, évek óta megpróbáljuk a családokat bevonni az óvoda életébe, ezért olyan rendezvényeket szervezünk, ahol a szülők aktív részesei lehetnek ezeknek a rendezvényeknek. Olyan népi értékeket, hagyományokat hoztunk be az óvodánk életébe, ami ma már nem csak kuriózumnak számít, hanem tehát ezt már évtizedek óta ápoljuk, illetve ezt mindig továbbfejlesztve, egy kicsit gazdagítva próbáljuk új élményekhez jutatni a gyermekeinket. Ön számára a magyar kultúra mit jelent? Tehát mondjuk menjünk végig, hogy mi a kedvenc verse, esetleg van-e ilyen zenéje? Egy picit meséljen a saját kultúra élményéről. Nem szeretnék egyet sem kiemelni, nagyon közel áll hozzám a zene, és mint óvónéni a mese. A mese a magyar népmesék, illetve a mondák, melyet a gyerekekhez szeretnénk átörökíteni, és a gyerekeken keresztül esetleg a szülőket is egy kis szemléletformálással olvasóvá, illetve magyar népmese ismerővé varázsolni. Hogyan látja, mennyire tudják bevonni a szülőket ezekbe, és mennyire terjed otthon, hogy amit a gyermek hazavisz élményt, azt megbeszél a szülőkkel, és esetleg ebből elindul valami, hogy közösen olvasnak, közösen mennek el megnézni valamit, amivel esetleg az óviba foglalkoztak. Igen, ez nagyon fontos nekünk, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket szemléletét formáljuk. A mindennapi meséket a gyerekek hazaviszik, otthon egy kicsit még tovább mesélik, aztán a mindennapokban ezt dramatizálva eljátszuk, és ez olyan élményt nyújt a gyerekek számára, hogy a
megpróbálják a szülőket is ezáltal bevonni ezekbe a játékokba, és otthon is kiosztva a szerepeket, és eljátszani a mesét. És örömmel mondhatom, hogy a szülők nagyon aktívak, rendezvényeinkben akár mesejátékkal is be szoktak kapcsolódni. Itt hallottuk a méltatásban, mert hát tudjuk is, hiszen ott voltunk, amikor az év óvónője lett, tehát ez nem az első elismerés már, de láttam, hogy egy kicsit meghatódott, hogy átvette a polgármester úrtól a díjat. Mit érzett? Hát nekem ez, amikor ezt a díjat én megkaptam, a polgármester úr levelét karácsony napján, ez nekem egy akkora meglepetés volt, hogy bearanyozta az egész karácsonyunkat, az egész családomért, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte mind a vezetőimnek, mind pedig az fenntartó önkormányzatunknak. Tehát nagyon boldog voltam, és tényleg meghatódtam, mert nem számítottam rá, hogy ezt a díjat most megkaphatom, de nagyon szépen köszönöm. Még egyszer gratulálunk, és jó munkát kívánunk a kis óvodásai között. Köszönöm szépen a Harcok Televízió minden nézőjének, és hasonló eredményeket kívánok minden pedagógus kollégámnak.